A köztársasági parlamenten van a sor, hogy döntsön a 2014-es szerb költségvetési javaslatról. A tegnap este elfogadott tervezet részleteit ma ismertette Lazar Krstić pénzügyminiszter. Szerinte a számok reális alapon nyugszanak, és az ország gazdasági fejlődésének kezdetét mutatják. Nebojša Stefanović, a köztársasági parlament elnöke szerint akár már november végére döntés születhet a 2014-es büdzséről. Budžet već od sinoć u proceduri Narodne skupštine. Dakle, on će tokom vikenda biti umnožen, podeljen narodnim poslanicima. Dakle, u zakonskom roku očekujem, da kažem, do kraja meseca će biti, da kažem, na sljedećem zasedanju Narodne skupštine. A kormány elfogadta a következő évre szóló költségvetési stratégiát is. Továbbá jóvá hagyta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a nyugdíj, illetve a betegbiztosítási alap pénzügyi tervét. Maga a költségvetési tervezet 5,5%-os inflációval és 1,5%-os GDP növekedéssel számol. A tervek szerint nőnek majd a fizetések is, igaz nem az inflációval azonos arányban, áprilisban 0,5, októberben pedig 1%-kal.